Az elmúlt napokban Galac és Vászlói megyék jelentős árvízveszélynek vannak kitéve, figyelmeztetett a környezetvédelmi miniszter szombaton, miután rendkívüli ülést tartott a minisztérium vészhelyzeti bizottsága. A tanácskozásra azért került sor, mert a meteorológusok és hidrológusok előrejelzései súlyos helyzetet vetítenek előre. A miniszter kiemelte, hogy az általa vezetett minisztériumhoz tartozó szervezeteknek készenlétben kell állniuk, és folyamatosan figyelemmel kell kísérniük az időjárás és vízügyi helyzetet, különösen Galac és Vaszlúj megyék területén. Hangsúlyozta, hogy a szakembereknek terepen is jelen kell lenniük, hogy gyorsan továbbíthassák az információkat, és mindenki készüljön fel a beavatkozásra elgő áradások esetén. A miniszter felhívta a helyi hatóságok figyelmét arra, hogy gyorsan tisztítsák meg a folyómedreket és vízelvezető árkokat, ahol még szükséges, valamint távolítsák el az akadályokat, amelyek akadályozhatják a víz szabad áramlását. A veszélyeztetett települések vezetőit arra kérte, azonosítsák azokat a lakosokat, akik mozgásukban korlátozottak és esetleges evakuálás esetén segítségre szorulnak. A vízügyi szakemberek szerint a korábbi áradások Galac megyében jelentős hordalék töltötték fel a folyómedreket, ami különösen a hidak közelében okozhat problémát. Ennek következtében a kotrógépek jelenleg is dolgoznak a medrek megtisztításán. Ráid Arafát a katasztrófavédelem vezetője arról számolt be, hogy Galac megyében növelték a tűzoltók számát, és készen állnak a megelőző evakuálásra azokon a területeken, ahol a legnagyobb a veszély. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet figyelmeztetést adott ki több folyóra is, köztük a Dobrudzsa térségben található vizekre, mint több más vízgyűjtő területre. Az előrejelzések szerint az ország számos részén heves esőzésre és jelentős lehűlésre lehet számítani.